Nagyon isten jó napot! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. Kár, hogy elmentetek a, tehát a háta mögött is mondom neki, hogy Isten értesse születésnapja alkalmán az ember élet legvégső határáig. Erőben, egészségben, okos eszességben és minden jóra való menendőségben, mint ahogy ezt a csángó magyarok mondják, amikor valakit köszöntenek. A karácsonyi asztalt vállaltam mára, mert hát a karácsonyról kellene beszélnem, akkor Ferencnek, a házigazdának szólnom kellett volna, hogy legalább egy hetet adjon nekem, és akkor reggel 8 órakor elkezdem, és este úgy 10 óra fele befejezem, másfél óra ebédszünettel. Tudnék, az a nemzet, amelyiknek a tagja vagyunk, mi valahányan itt, az a nemzet a világ leggazdagabb nemzete, mondom, a világ leggazdagabb nemzete. Ennek okát az adja, hogy megtartottuk a nyelvünket, annak ellenére, hogy a környezetünkben lévő népek már mind elveszítették az Istentől való nyelvet, és ez a nyelv, amely a Teremtő Istentől való, ez a nyelv alkalmas arra, hogy megidézzük őt, aki teremtett és megtart bennünket. Asztal. Valamikor minden asztal kivétel nélkül terített volt. Terítetlen asztalt én gyerekkoromban, aki régen születtem, soha nem láttam. A mesztelen asztal iszonyat. A terített asztal az a anyaméhet idézi meg. Azt a csodát idézi meg, amelyben mindegyünknek része volt, a szeretetnek a teljességét, a jelzőtlen szeretetet. Az anyaméh asztal, amikor régen még mindenki házat építhetett, az első tárgy volt, amennyire ezt tárgynak lehet nevezni, első tárgy volt, ami bekerült a konyhába. A konyha különben is az édesanyja volt, és a konyhán belül ott középen ott volt a leterített asztal, amely az örök anyaméhet idézi meg, a tényúhajtást és a megkapott ténynek az őrzését idézi meg. Minden asztal kivétel nélkül oltárasztal volt. Emlékszem rá, hogy az első, illetve a második világháborúban, amikor édesapám már nem volt, a szovjetek elhurcolták nálunk ki robotra, aztán onnan nem is tért már vissza, akkor Pankaszba menekültünk, őrségi kicsi falu, és a pankaszi öregapám adott menedéket nekünk az ő jóságával és szeretetével, és pankaszi öreganyám. Egyik alkalommal, amikor jött a postás, hozta az újságot, senki nem volt benn, egyedül engem talált a postás, és amikor megkaptam tőle az újságot, akkor én rátettem az asztalra. Amikor öregapám jött be, akkor tudta, hogy én voltam az, aki az asztalra tettem az újságot. Mindenféle indulat nélkül az újságot levette az asztalról, és oda tette a lócára. És mondta azt, hogy már pedig szemetet nem teszünk az asztalra. Az újság akkori szemét volt, ma is szemét maradt, tiszteletek előtt ennek. Az asztal, oltár asztal. Ebből következően az asztalon élelemnek volt helye, de mesztelen kenyér soha nem volt az asztalon. A kenyér mindig le volt takarva, hiszen a kenyér a közénk született Istent idézi meg minden alkalommal, és ha egy falat kenyeret véletlen leejtett az ember, akkor azt föl kellett vennünk, meg kellett csókolni, mert abban a közén született Istennek, Jézusnak a teste van, most is. Emlékszem rá, amikor először Budapestre kerültem, itt jártam egyetemen, amikor először Budapestre kerültem és kenyérrel mentem a boltba, hát a boltos a kenyérre rátett egy ilyen darabkit,
elnézést kérek, seggpapírt. Én amíg hazaértem a kenyérrel, addig a hideg veríték futott végig a hátamon. Magyar vagy ember? Magyar vegye, vagy csak magyarként mondod a szavakat? Mert magyarnak lenni azt jelenti, hogy magyarul gondolkodó. Magyarnak jelenti, lenni azt jelenti, hogy magyar életednek minden mucconása, magyarként tisztelet az asztalt is, ami mindig leterített asztalból. A karácsonyi asztal különösen oltárasztalnak számított. De mielőtt szólnék a karácsonyi asztalról, azt mondom azt, hogy mindenki tapasztalhatja, hogyha rendezetlen ember jön a családba, akkor a kicsike gyerek, aki alig nőtt ki még a földből, az menekül be az asztal alá. És onnan nem lehet imádkozni. Hiába mondja az ember neki, hogy Jani bácsi hozott neked narancsot, legalább addig gyere ki az asztal alól, még megköszönöd neki, nem jön ki az asztal alól. Édesanyának a méhét idézi meg a leterített asztalalja. Számos híradás ön hallhatott mindenki, aki jelen van, olyan helyről, ahol földrengés volt, és ezekben a híradásokban nem egyszer fordul elő, egyébként Törökországban történt legutóbb, hogy egy 11 éves leányzó 2 hétig étlen szomjan, alig levegővel élve maradt az asztal alatt. Az asztal nem akármi. Az asztal oltár. Az asztal az a hely, ahol Isten dicsére, mert csak őt érdemes és lehet dicsérni, aki teremtett téged és megtartja az életedet. A karácsonyi asztal különösen oltárasztal volt. Sokan, de egyre többen gyökere vesztett magyarok jó szándékkal olyanokat állítanak, hogy a betlehemes játék, ami régen előkészített bennünket karácsonyra, karácsony titokzatos éjszakájára, a betlehemes játék az nem ősi magyar. Az ősi magyar játék az a regős játék. Iszonyú sötétségben élünk. Iszonyú ragacsos, büdös sötétségben élünk. Mivel gyökerünket vették, ezért, mivel gyökerünket keressük, mindenféle kitalált dologgal próbálják pótolni azt, ami pótolhatatlan, ami fölmenőinknek a tiszta hite volt. Most a betlehemes játék az előkészítette az embert karácsonyra. A betlehemes pásztor játék Jézus születése előtt is megvolt már, mondom, Jézus születése előtt is megvolt már. Ha Ferenc engem arra kér, hogy a betlehemes játékról beszéljek, akkor szívesen elmondtam volna a betlehemes játékot, de erre most időm nem adatok. Csöndet teremtett az emberbe. Most különösen szükségünk lenne a csöndre, mert tele van különösen a város, amelyik soha nem volt hazánknak a fővárosa. Ez a város tele van zajjal, tele van idegességgel, tele van feszültséggel, tele van azzal a fajta óhajtással, hogy megvegyük a hozzátartozóknak a szeretetét, ezért hát alig lehet közlekedni a városban, mert mindenki tülekszik a szemétdombra. Az összes pláza, ami itt a fővárosban, egyáltalán a világon található, de főleg itt a fővárosban, szemétdomb. Mondom, szemétdomb. Úgy, ahogy mondtam, szemétdomb. Tüleketnek az emberek, és nem véletlen hallottam egyik kisgyerektől a rádiónak közvetítették a vele való beszélgetést, hogy utálom karácsonyt. Utálom karácsonyt, mert karácsonykor mindenki ideges, mindenki feszült, karácsonykor veszekedés van otthon. Igen. Mert meg akarjuk venni azt, amivel Isten teremtette a világot, amivel megtart bennünket, az egyetlen olyan dolgot, amit soha semmikor senki nem tudott megvenni, ez pedig a szeretet.
iszonyú zaj van. A betlenes játék, a Szent Családjárás, a hajnali misék, és sorolhatnám, az összehordás, a régiségben karácsony előtt csöndet teremtett az ember. Csöndet. Viszont amikor már megszületett a fény, és csak benne, emberbe személyesül a megszületett fény, utána moccanni kell. És a moccantó ének és játék a regős papok játéka volt az, hogy hajregő rejten, indulj, ember, moccanj! Akkor van a legnagyobb testvérés. Pedig Heródes minden esztendőben meg akarja ölni azt, ami benne karácsony titokzatos éjszakáján nyilvánvalóvá vált. Minden esztendőben. Az üttörténet nem történelmi tény. Az üttörténet a világ kezdete óta, a világ végezetéig jelen lesz. Nem csak körülöttünk, hanem bennünk is. Mind a két játékra szükség van. Egyik előkészíti a születésre, a másik pedig, amikor már megszületett, amikor érzed, hogy benned van, akkor moccannod kell. Nos, ebben a regős énekben, a dozmati regős énekben találjuk azt, hogy ha a magik asztala, úrasztala volna, szent oltára volna, azt is megadhatja az a nagy Úristen, és megadta. Mondom, megadta. Karácsony nem hangulat. Karácsony állapot. Állapot, ami után az embernek az élete, akár akarod ember, akár nem akarod, gyökeresen megváltozik, mondom, gyökeresen megváltozik. Annak függvényében, hogy miféleképpen élted meg a karácsonyt. A karácsonyi asztalon, az oltárasztalon három terítő volt található. A három terítőt az asszonyaink, lányaink fonták, szőtték és imezték. Mondom, fonták, szőtték és imezték. Karácsonyra készülve a sötét napokban, amelyet fölmenőink is gonoszjáró napoknak neveztek, a fehér nép az, amelyik igen hamar elveszti biztonságát, igen hamar szórtá válik. Némelyik fehér nép olyan hiszt is tud lenni a élőfény hiányába, hogy önmagát is alig tudja kibírni. Mondom, önmagát is alig tudja kibírni. A fehér nép állandóan kotkodácsol. Ha a fehér nép nincs rendben, akkor az ember megy a kocsmába, és az ember, a gyerek kezelhetetlenné válik. Ezt tudták felmenőink. És tudták, hogy miért kell fonni, miért kell szőni, és miért kell imezni. Nem akármilyen formákat, hanem azokat a formákat, amelyeket Istentől kapunk. Ezek ősképek, minden gyerekkel beleszületnek a világ minden pontján, és ezekkel vele születik a tartalom is. A fehér népek rendezték magukat. Ha elmennek Palócvidékre, ott, ahol él nemzet a hazán, ott, ahol nem vécén szorulás közben találják ki, hogy milyen az ős magyar hit. Ott, ahol él nemzet a hazán, ott, ahol a mai napig megmaradt minden, ami ennek a nemzetnek az ősi hite. Nos, ott azt mondják, hogy az a három terítő, az nem más, mint boldogasszonynak a lelke néve. Igen, boldogasszony lelke néve. A boldogasszonyság nem ideológia. A boldogasszonyság azóta létezik, amióta Isten megteremtette a világot, a boldogasszonyság nem más, mint a teremtő Isten, az egyetlen és élő Isten kiáradó fényének, ami nem más, mint a szeretet, óhajtása és a megkapott fénynek az őrzése. Ez a boldogasszonyság. Amikor a lányaink, asszonyaink fontak, szőtek, himeztek, nem akármit himeztek, akkor ők boldogasszonnyá nemesültek.
az ő kezük munkája, az ő lelkük állapota volt bent a terítőben. Nem a szemétdombról vettük az éppen időszerű, Párizsból ide került divat szerinti karácsonyi terítőt. Nevez iszonyat. Iszonyat. És mi került ez alá? A boldogasszony név alá. Ez alá oda került a szalma. A búza szalma. De hát mi a búza szalma? Tudod-e azt, hogy te magyar, nem a rozsnak a népe vagy, nem az árpáé és nem az abé, hanem a búzáé. A búzáé. A búza a napnövénye. Ha magyar vagy, akkor magyar a gondolkodásod, akkor tudod, hogy mag-mag, búza-mag, benne aluszik a nap. Minden kicsi búza szemben, benne aluszik a nap. A búza akár szemként, akár növényként, minden idő villanásban odafigyel földi környezetünk teremtő nagyhatalmára, a áldott napra. Ha valamelyik tudós valami lényegi dolgot akar kutatni a napfó tevékenységről, akkor a búzát vizsgálja meg, a búza magot, illetve a búzát, mint növényt. De a nap alkalmas arra, hogy megidézze a közén született Istent, Jézust. De mit látod a fényes napon? Köszöntik egymást a velemkor öregek még ma is a tápai tanyavilágon. Ahogy jön a fényes Jézus, na adjon Isten neked is jó napot. Bálint Sándor nem csak ennek a hazának, hanem a világnak legnagyobb néprajzosa, azt írja az ünnepi kalendárium című könyvében, kiváló könyv, azt írja, hogy a tápai paraszt emberek, parasztasszonyok azt tartották, hogy Jézus a napban lakik, és onnan irányítja a világot. Tehát nem tévesztették össze a napot Jézussal. Mi magyarok soha semmikor napot nem imád. Mondom, napot nem imádtunk. Soha, semmikor. Semmiféle adatunk erre nem maradt meg. Ezt gyökerét kereső értelmiség találja ki, mint ahogy említettem már WC-n szorulás közben. Honnan veszem én ezt? Honnan veszem én ezt, hogy hun teremtés mondába Attila helyén vagyunk most. Ferenc nem véletlen nevezte el ezt a panziót Attilának. Hóne teremtés hondából a következőt kapjuk. Aranyatya, az egyetlen teremtő Isten ott ül a világ tetején, és jobb kezébe hintáztatja a holdat, jobb kezébe hintáztatja a napot, és bal kezébe hintáztatja a holdat. Egyértelmű, hogy mind a kettő teremtmény. Isten egy van. Egyetlen egy élő Isten minden teremtményét, így a napot is, meg a holdat is, meg a földanyát is, minden teremte létezőjét tiszteltük. De imádni csak az Isten imádtuk. Mondom, csak az egyetlen teremtő élő Istent imádtuk. Ha Gyimesbe járnak, a gyimesi csángon magyarok ott a keleti Kárpátok tövében, patakok mentén, minden reggel köszöntik a napot. Ott érdepel a család az első szoba előtt, kelet felé, és a következőképpen köszöntik a napot. Köszöntelek téged, Isten szent igéje. Isten szent rendelése, Isten szent eredménye, áldott napon fényes világ. Ki ez mai napot megvilágosító. Ők soha nem tértek le az útra, amit fölmenőink hagytak el. Ők unok maradtak,
szkíták és hunok maradtak. Nem találták ki, milyen a szkíta, s milyen a hun. Ebből az imádságból egyértelmű. A nap Isten szent igéje, Isten szent rendelése, Isten szent teremtménye, amit aranyatya jobb kezével kintáztott, oldat pedig bal kezével, magyar szent korona, amely égből szállott alá. A szent koronának az ige dombján, igen, az egyenlő szálú kereszt az ige, ennek a dombján ott van aranyatya, ott trónol, aranyatya, az egyetlen Isten, az egyetlen Istenünk, az egyetlen élő Istenünk, és jobb keze fölött ott van a nap, és bal keze fölött ott van a hold. Valamikor, amikor a család még család volt, az asztal főre csak a nagy család feje ülhetett, jobb keze felül, ahol aranyatya hintáztatja a napot, ahogy ez a Szent Koronánk dombján az egyetlen teremtő Isten jobb kele felől van, ott ültek a férfiak. Bal keze felől, ahol hintáztatja a holdat, ott ültek a nők, a másik nemje. Magyarnak lenni nem ideológia, magyarnak lenni nem szöveg, nem melveregetés két téglával. Magyarnak lenni azt jelenti, hogy magyarul élsz. Nem kitalálod, mi az, hogy magyar, hanem élek folyamatosan. Tudom, hogy ilyenkor szigorú vagyok, de nem szabad viccelődni ezzel. Amikor ekkora kicsi gyerek voltam, nem csak nekem, hanem a velemkorú unokatestvéreimmel is, öregapám megmutatta a búzát. Az a ganajszagú, sárba ragadt, minden haladásra képtelen parasztember. Mert minden búzaszemen rajt van Jézusnak a képe. Rajta van. Rajta van. Ma is rajta van. Benne úszik a nap. A búza a napot hozza el nekünk, a nap pedig elhozza azt, aki közénk született ember életérettű, Jézust. Rajta van a képe. Ez a magyar gondolkodás. Mondom, ez a magyar gondolkodás. Ez a magyar észjárás. Ezért, amikor annak ideje érkezett nyáron, július 2-án, Sallós boldogasszony napján, az aratás szentséges kezdetén a nagy család, miután a templomba megáldották az aratás szerszámait, a protestáns templomoknál is, a nagyasszony vezetésével indult ki a határba. Akkor, amikor én éltem gyerekkoromban, akkor még apostoli királyság volt. Mondom, apostoli királyság. A legtöbb közögi méltóság nem Horthy Miklós volt, hanem a Szent Korona, amely hasonlóképpen a naphoz a közénk született Istent, Jézust idézte meg. Akkor még 60%-a az embereknek a földön dolgozott. Akkor Sallós boldogasszony napja hajnalán egy egész ország indult ki a búzamezőre, mert az a 60% az egész ország. A fényőrző magyarság, az életet megtartó magyarság. És ennek a családnak az élén nem az ember ment, hanem az asszony sallóval a kezében. És amikor kiértünk, még nem hasadt meg az ég alja, akkor az asszony a legszebb búzából hármat sallózott.
és ennek a kicsi kévének a derekát piros szallaggal kötöttük át, a fejére ennek kicsi kévének pedig a lányok buzavirágból koszorút köttek. És amikor meghasadt az ég alja, amikor a Vénusz csillag alatt, boldogasszony kapujába megjelent az áldott, a nekünk Jézust elhozónak, akkor félkörbe térdepeltük ezt a kicsi kévét. És a nagy család feje megköszönte a Teremtő Úrnak, hogy megint úgy terítette meg a mindenki asztalát, hogy jut a családnak bővibe, hogy a szegények se fognak éhezni, hiszen a kalász felszedési joga a szegényeké volt, és az ég madarak se. Ugyanis a vetésben, a szőlőben, a gyümölcsösben kártevő madárnak is egy csíkot hagytak állva. És ezt a kicsi kévét az egész Kárpát hazában, mert ez a haza. Jézusnak neveztük. Anélkül, hogy az állam, mint római típusú intézmény ezt előírta volna. Anélkül, hogy az egyház, mint római típusú intézmény, ezt előírta volna. Tudod-e ki Jézus? Az utolsó szekérre, utolsó szekér gahonával vitték be Jézus kévét, ami az első házban, a házkápolnájába került. És ennek a szalmája volt, boldogasszony néhe az. A búzaszalm. A Jézus kéve búzaszalmája. Jézusnak Jézussal ágyaztunk. És mi volt az asztal? Nem karácsonyfa. A karácsonyfa szokásom a 19. század elején, a 19. század 20-as években onnan nyugatról, ahonnan minden szemét érkezik, a szifilisz is onnan érkezett, meg a francvar is. Onnan kerül ide, és karácsonyfát egy Brunswick nevű főnemesi család állít először. Aztán eltelik 100 év, és amikor Jóska bácsi gyerek volt, akkor ott Pankaszon, ebben az őrségi faluban, amelynek a környéke tele van fenyőfából, még nem állítottunk karácsonyfát. Ugyanis a fenyőfa, a péndőfa, istenfa. Azt pedig fölösen nem vágtuk ki. Nagyon szeretnék erről is legalább egy óráig beszélni, hogy mit jelent a fa. Hogy mi a magyar kert. És a magyar kerten belül mit jelentett az örökzöld fa, annak a szerepe. Amikor még nem svéd fúgót a kertbe, és nem túlja csupán. Amikor volt magyar kert, volt magyar élet. Mert nincsen. Mert nincsen. Csak szorvány. Egyetem egy. Tenyőgaj. Lógott alá a mestergerendára. És mi volt az asztal közepén? A Luca búz. Luca napon a eladósorba lány, lévő lányok a Jézus kévéből morzsoltak egy ki szemeket. Ültették el azt kicsi cserépedénybe, csigavonalba, amely ugyancsak őské, Istentől való. Öntöztéke nyáluk szeretetével karácsonyig. Mert ez volt az asztal. A Luca húz. Annak a közepén ott volt a gyertya. A médiasz gyertya. Nem a fagyú gyertya. A mély Isten állatkája. A mély dolgozója, a szüzek szűze.
hiszen egyetlen egy mély okolmos arra, hogy a kiválasztott méhet királynővé avassa. Egyetlen egy mély. A többi a szűz. Akár dolgozó, akár katona, akár hely. A média az ő izzadsága, az ő áldozata. És a gyertyának a teste, amely médiasz, az a közénk született Isten érettünk hozott áldozata. Ebből az áldozatból támad a gyertya fénye, amely az ő kiáradó szeretete. A gyertya belepedi a lélek, a szent lélek, amely a közénk születette összeköti az atyába. Ezt nem kell kitalálni. Ősidők óta így van, amióta van gyertya. Amióta él magyar a hazám, és amíg élni fog magyar a hazám. Ez került a Lucabuza közepére. És a Lucabuza derekát az világos kék szalaggal kötöttük át. A világos kék az pedig az ég kékje, boldogasszony köpenyének a kékje. Hiszen mindaz, ami Istentől való, boldogasszony ölébe történik. Abból született közénk az Isten, abban élt, és ő vette le a keresztvárat. És ott fönt, a Lucabuza fölött, ott pedig a fenyőágon, jobb oldalt, ott volt egy dió, egy aranyozott dió, bal oldalt pedig ott volt az alma. Ez az oltárasztal, ez nem csak a fény születését, karácsony titokzatos éjszakáját idézte meg, hanem megidézte a Susvétot, és megidézte Pünköstöt. Ugyanis a mi időszemléletünk nem lineáris. Ez csak ilyen ronda szóval lehet mondani. Te magyarnak születtél, nem indoeurópainak, nem is zsidónak. Időszemléleted egészen más. A születésben már bent van. Az áldozatból újra támadó élet. És bent van az ebből kiáradó, legyőzhetetlen személyre. Ugyanis, hát a Lucabuza az áldozatból támadó életet idézte meg, ott fönt ez a fenyőgaj pedig a Szentlélek kiáradása. Azt a vajja karácsony. Asztal teteje az áldozatból újra támad élet. Ez az életednek is a teteje. A teteje. És ami onnan föntől árad, az pedig a Szentlélek, ami fölött nincsen erő, nem volt soha, és nem lesz semmikor. Aztán Jóska bácsit megszólítják, jó néhányan, jó szándékkal, félreértés ne essék. Nem is haragszom, csak néha elkeseredem, de csak városban. Megszólítanak, hogy az a buta paraszt, aki ilyen oltárasztal készített karácsonyra, az a buta paraszt vajon tudta-e azt, hogy alul az karácsony, fölül az Húsvét, és legfelül pedig a Szentlélek. Tudta. Székelyföldön egyre több helyen újra a legsötétebb napon. Ez Ádám Éva bűnbeesésének a napja, december 24-e, a legsötétebb nap. Te akkor ünnepeled magadat, tisztelet a kivételnek, mert magadat ünnepeled. Festélyesen ezt úgy lehetne mondani, hogy mire mulatsz, picinye? Miért? Még nem volt meg a születés miséje.
A születés miséje után terítették meg ugyanis a karácsonyi asztalt. Mire mondsz? Székelyföldön, hála Isten, újra egyre több helyen ekkorácska lányok fehérbe öltözve járják végig a házakat énekel. Énekkel készítik elő a lelke, mindenkinek a lelkét, arra csodára, ami ebben lesztendőben is karácsony titokzatos éjszakáján bekövetkezik. Nem föltétlen következik, de bekövetkezik. Ebben a énekben számos változat található, a következőt hallhatjuk. Paradicsom közepében aranyszőnyeg leterítve. Azon vagyon rengő bölcső. Abba fekszik a kis Jézus. Bal kezében arany van. Jobb kezében aranyvessző. Megzuhintja veszélyét. Zúg a mező, zeng az erdő. Íme megszület. A második versszak eképpen szól. Sosem láttam szebb termőfát, mint Úr Jézus keresztfáját. Mert az vérrel virágozik. Az áldozatból újra támadó élet, húsvét. És a két utolsó szó Szentlélekkel gyümölcsözik. A fenyő. A régi ember nem okos volt, bölcs. A bölcsesség pedig Istentől van. Hagyta, hogy valaki igazítsa az életét, aki teremtette, és aki fönntartja. És tiszteletbe tartotta minden teremtményét. A három terítő pedig azért volt, mert a hármasság az a cselekvésre ösztönző számosság. Nem kabalisztika, ősi cselekvésre ösztönző számosság. A terítő között ott volt minden, ami termett a határban. Hogy a megszületett fény, amely személyesül, áldása legyen. A három terítő fölött ott volt három aranyalma. Három aranyalma. Ugyanis aki otthon maradt, nem ment el a születés misélyére, az űzőrzője, az három almát beletett a vederbe, amikor még voltak kutak, és a három almát leeresztette a kut mélyére. És pont akkor, amikor éjfélre harangoztak, amikor a születést érzékele, megtörténik benned is, akkor ezt a három almát leengedtek vizébe. Ugyanis a születés az rend történik. A téri és időbeli rendben. Benned is. Lent. Aranyossá válik a kutvize, és megszentelte az almát. Aztán a három almán kívül ott volt az asztalon az a dió, amit kibontottak a héjából, ott volt az asztalon a fokhagyma gereszt, és ott volt egy tálcsában a méz. A méz. Az alma az a teremtett világ teljessége. Egész. A dió, az pedig a teremtett világnak a rendje. Amikor Jóska bácsi gyerek volt, akkor még neveltek bennünket otthon is, meg az iskolában is. Mondom, neveltek bennünket, nem a villanypásztor. Iszonyú világ. Van.
És a diót úgy törte meg öreganyám, hogy nem morsolódott szét. A benne lévő két angyal, amelyik szembeáll egymás. Mert abban két angyal lakik, a szűzség. A szűzség pedig a rend legteljesebbje. Volt, van, és a lesz a világ végezetéig. És a fokhagyma? Hát ezzel nyavajának a távoltartója. A fokhagyma volt az egyetlen olyan termés, hófehér. A fehér a teremtő atya színe, a fehér a legteljesebb szűzség színe, a fokhagyma fehér, amit befontak, mint a szűzlánynak a haját. Fokhagyma nem akármilyen termés. A méz pedig a teremtő Isten kegyesség. És öregapom, a nagy család feje, ott állt az asztal fönn, jobb keze felől ott álltak a férfiak, bal keze felől ott álltak a nők, asszonyok. Vele szemben ott volt az ő édesanyja, meg a kicsi gyerekek. És a következő imádsággal kezdte az imarendet. Begyütt Jézus a házamba, házam közepébe megáll. Ez karácsony. Ez. A többit nyugodtan el lehet felejteni. A többinek semmi köze karácsonyhoz. Ugyanis a megszülető nap csak benned emberbe személyes. Benned emberbe, akiről az egyik székely imádság eképpen szól. Te pedig ember, úgy teremtettél az ő szemképére. Te nálad vagyunk, az ő szájából kieresztett lelke. Ez a magyar. Begyűl Jézus a házba, annak a közepén megáll. Ő különben is mindig ott lak. Az ünnepek arra való, hogy nyilvánvalóvá váljék, hogy a teremtő az nem csak kint és fönn, hanem lent és benned is létezik. Csak elfelejted. Megy olyan vagy. Azért kell az ünnep, hogy ez nyilvánvalóvá váljék. Szent Ágoston, ez a kiváló egyházatja a következőket írja a Vallomások című döbbenetes könyvében. Kérdeztem a felhőt, hogy te vagy-e Uram? A felhő szólt, hogy nem én vagyok. Kérdeztem a napot, hogy te vagy-e Uram? A nap szólt, hogy nem én vagyok. Kérdeztem a holdat, a csillagos eget. Kérdeztem az erdőt, a tengert, hogy te vagy-e Uram? És mindannyi szólt, hogy nem mi vagyunk. Én kívül kerestelek téged a teremtett világodba. Te pedig bennem voltál, csak én nem voltam veled. Ez karácsony. Ilyen egyszerű. Mindenféle spekuláció nélkül. Nyilvánvalóvá válik, hogy benned van. És ez gyönyörű. Akármilyen kegyetlen volt előtte az esztendőt, és akármilyen kegyetlen lesz az utána következő, te biztonságban érzed magad. Nem kiagyod örök eszme, hanem az egyetlen, életet adó és életet megtartó lakik benne. Te elhagyhatod, te is hagyod.
De ő soha nem el a gyerekeinket. Soha. Ő mindig vele. És mi magyarok soha nem voltunk pogányok. Soha. Semmikor. Nekünk magyaroknak semmiféle ősvallásunk nincs. Szkítiától napjainkig mindig egyetlen egy élő Istent ismertek. Az egyetlen egy Istennek a különböző tulajdonságából mi nem formáltunk panteizmust, nem kövesítettünk. Az egyetlen egy Istennek a különböző teremtményei mi soha nem imádtuk, csak tisztelt. Amikor András és Fülöp Szkítiába jár, akkor a Szkítia részeként lévő magyar örvend. Hiszen nem Káin Ábel népe vagyunk, nem is Romulus és Rémus népe, hanem Unor és Magor népe. Örvend. Uram, köszönöm, hogy közénk születtél, hiszen eddig is a szeretetet tartottuk a legfontosabbnak. Nekünk nincs ősvallásunk, mi soha nem voltunk pogányok. Bennünket a közénk született Isten, akinek nem Szkítiába kellett születni, hanem a világ akkori legsötétebb helyére. Csak megerősített Unor magori magatartásunkra. Te Unor magor népe vagy. És rád nagyon számít a Jóisten. Nagyon számít a Jóisten, kitüntették. Mert ha odafigyelsz arra, ami jövőre elkezdődik, Budán, itt Budán, a Szent Anna réten, az engesztelő kápolna építése, Natália nővérre üzente nekünk, a közén született, ha az fölépül, innen indul el az engesztelés, innen. Ennek a hazának a kellős közepén. Az az engesztelés, amely a sátánt, amely teljesen rátenekedett az egész civilizált világra, letaszítja a trónjára. Magyarnak lenni büszke gyönyörűség, írja Sajó Sándor a két háború között. Magyarnak lenni óriási felelősség. De tudnod kell, hogy mitől és miért vagy magyar. Adja Isten, hogy ezen a karácsonyon egy lépést elindulj hazafele. A Magyar Hagyomány Műhely Jóska bácsinak az iskolája. 20 éve működik ez a népfőiskola. Januárban újraindul. A Magyar Hagyomány Műhelyében, ahol a szellemi kincs senkívül, amit fölmenőink adtak rám, minden hallgatónak meg kell fogalmazni magát valami régi anyagba. Vagy lemezbe, vagy fába, vagy bőrbe, vagy vászonba sorolhatná. A Magyar Hagyomány Műhelyébe eljátsszuk azokat a szokásokat, amelyekkel az ember hozzáigazítja magát a Teremtő Isten élő világához, nem az eszméhez. Magyar Hagyomány Műhelyébe végzett egy özvegyasszony, két kamasz lányt nevel. És elhatároztam ezelőtt 10 esztendőben, de lehet, hogy csak 8, hogy advent első vasárnapján a két kamasz lányával elkezdik készíteni a karácsonyi terítőt.
Amikor hazavittál vásznat hozzá, mert nem volt szövőszékük, meg fonnyokét nem tudtak, meg hazavittál fonalakat, meg az eszközöket, amivel lehet dolgozni, akkor a két lány hülyének nézte. Anya, te meg vagy húzatva. Te nem most itt élsz, hogy mi hineszünk. Hát mióta magyar hagyomány műhelyébe jársz, azóta annyi marhasságot hozasz magaddal, de ezt nem gondoltuk volna, hogy teljesen megzakkansz. Anya, mert ilyenek az anyák, elkezdett advent első vasárnapján imezni. Amiket látott, tanulta magyar hagyomány műhelyébe. Második nap a kisebbik lány mellé ült. Egyetlen a anya, neked kedved telik, mutasd meg, hogy kell csinálni. Aztán öltögetett, és elkezdtek beszélgetni. Akkor még nem volt az, de már küszöböződött, ami mostanában van, hogy az én körzeti orvosomat, 11 éves lánya a szobából mobiltelefonon hívja föl, édesanyja a konyhába. Iszonya! Bolondok ház! Aztán a harmadik napon a nagyobbik lány is mellé. Hárman imeztek, és hárman beszélgettek. És karácsonykor ugyanaz történt, amit elmondtam, hogy a karácsonyi asztalnál anya kezébe vette az almát, mint ahogy a nagy család feje, annyi fele szelte, ahányan ott mellette voltak, s önmagának is szelt, s mondta, mint a nagy család feje, hogy ez az alma, ami család. Ez az alma, ami falunk, kerületünk. Ez a holnap, ami hazám. Bárhova kerültök, el ne felejtsétek, hogy ennek az almának a gerezdjei vagytok. Aztán mártották bele a mézbe, vették. Aztán mártották bele a diót a mézbe, és vették. Aztán mártották bele a fokhagymát a mézbe, életükben nem ettek még fokhagyma gerezdet is. És mind a hárman sírva összeborultak, és a két kamaszlány azt mondta édesanyjának, hogy ugye jövőre is lesz karácsony. Én kívánom mindenkinek, hogy ebben az esztendőben is legyen karácsony. Hogy azt mondják, nem mondják azt, hogy jaj, de jó, hogy túl vagyunk ezen az ünnepen. Még két dolgot röviden, ha mondok, persze Szentírás. Tátos szörszé. Nem az a tátos, aki önmagát nevezi ki. Tátosnak, akit az Isten hívvel szolgál. Erről is szívesen beszélnék, ha idő lenne rá, mert Budapesten már tátosokkal Dunát lehet rekeszteni. Egyik szélhámosabb, mint a másik. Bizonyítható tény. Varga Lajos, búcsúvezető Szentendrén, már vak, amikor ezt a szentírás, ezt tolva mondja a fiának. Ezt a vaskos szentírás tolva mondja a fiának. Egyik értékelője azt írja erről a Szentírásról, aminek a hasonlás kiadását kapják, hogy a legszebb magyar népmese Istenről. Mese Istenről. Az ekkora gyerek is megérti, és a professzor se találhat benne kifogást.
Visszateszi versé a Szentírást, mint ahogy eredetileg az arámi és a görög is az volt, és énekelhet. Énekelhet. Énekítja a lelke, a vers meg ragad benne. Fölmenőink milliói nőttek föl ezen a verse Szentíráson, amelyik a 19. század végén jelent meg. Verse Szentírásban ott vannak a magyar szentek, nem mi. De Szent Lászlóról többének is, Erzsébetről. És a magyar szentek Attilával kezdődnek. Attilával kezdődnek. Aztán még egy könyv, amit szeretettel ajánlok. Ronda neve van, Betű Mátrix. Egyik egri barátom írta a rovásírásról. Ez a barátom három kicsi alapformát talált, a közös többszöröst. És ez a három kicsi alapforma, ez igazolt a számára, számunkra is igazolható, hogy a magyar rovásírás nem innen-onnan összelopkodott. Egyetlen egy egység, hatalmas egység, páratlan egység. Nincs még egy olyan lineáris írás, amelyik hasonló egység lenne. Mindenki szíves figyelmébe ajánlom, és egyben azt is igazolni lehet ezzel a nagyon egyszerű, nagyon tiszta módszerrel, hogy a legelső lineáris írás a magyar rovás írás. Ezek után már csak az maradt hátra, hogy elnézést kérje Ferenctől, a házigazdától, de nem tudtam rövidebbre fogni. Nem baj, nagyon köszönöm. A magyar művenséget nem lehet egy dióhéjbe elmondani. Egy kicsi falatkát adtam belőle. És Csonkán soha nem szeretek mondani semmit. Köszönöm a figyelmüket, türelmüket, Isten áldását kérem az életükre, és adja a Teremtő Úr az egyetlen élő Isten, ami örök aranyatyán, aki emberként közén született, és karácsonykor itt belül meglehetjük, hogy jövőre akármilyen kemény is lesz az élet. Mi biztonságban érezzük magunkat, mert ilyen nagy dolgot vár tőle. Ilyen nagy. Lehet az itt, ami a sárkányt, hogy romjálni. Köszönöm.